Egy szó beszorult a hokedli lapjába, ráült a szakácsnő százszor is napjába, és jött a baj csűstül, míg a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig percegni sem tudott, végül hát megírta egy testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely koromszín ében özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyász hét letelt, férhez megy ismét, Nem marad jussa tőlem, csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja, kerülje a drámád bölcseleti művet, mert a nehéz művek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, ki szégyent, szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kint éljen eztán a szemétládában kegyelem deszkán. És végül az anyósom, mert megérdemli nagyon, rá a vadonatói szép fémbútort hagyom.